Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a 20. század intézet félmúlt beszélgetés sorozatának áprilisi rendezvényén. Idén a beszélgetéseink fókuszában egy-egy napjainkra is hatást gyakorló jelentős történelmi személy áll, és most egy rendhagyó adással készültünk, mert két alakról is fogunk beszélgetni, George W. Bush egykori republikánus amerikai elnökről, és Tony Blair brit munkáspárti miniszterelnökről, hiszen nem olyan rég volt az iraki háború kitörésének az évfordulója, és azért az a 20 év, ami eltelt az iraki háború megindítása óta, most már lehetőséged ad számunkra az értékelésre, és meghívott beszélgető partnereimmel azt fogjuk megvitatni, hogy mi is volt ennek a két vezetőnek a szerepe ebben a háborúban, és ahogy az adásunk címe is utal rá, arról is vitázni fognak, hogy vajon háborús bűnösöknek tekinthetőek-e. Meghívott vendégeink Magyarics Tamás történész, egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, és Fekete Rajmund történész, a Kommunizmus Kutatóintézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Köszönjük szépen. Ugye az alaphelyzet, ahonnan indulunk, hogy a 2001. szeptember 11-i Egyesült Államokat ért terrortámadásokat követően az Egyesült Államok megindít válaszként egy háborút Afganisztán ellen, majd 2003-ban Irak ellen is háborút indít. Ennek az indoklása az volt, hogy az iraki diktátor Saddam Hussein tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik, valamint, hogy az iraki kormány kapcsolatot tart fenn az Al-Qaida nevű terrorszervezettel, a terrortámadásokért felelős szervezettel. Ugye mára bebizonyosodott az, hogy egyik indok sem állta meg igazán a helyét, úgyhogy ez számos kérdést vet fel, valamint most már a háború lezárultával azt is tudjuk értékelni, hogy hogyan zajlott ez, milyen volt a lefolyása, mielőtt ebbe belemennénk. Azonban felütésként nézzünk meg egy nagyon rövid, 10 másodperces videót George Bush elnök egy nemrég elhangzott beszédéből egy részlet, egy nyelvbotlás fog következni. And the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq, I mean of Ukraine. Hát ugye egy freudi elszólásnak is tekinthető igazából ez. Arra, hogy mennyire érdemes itt az ukrán háborúval kapcsolatban párhuzamot vonni, a beszélgetésünk végén térnénk ki, de önmagában az a kérdés is felvetődik, hogy itt mennyiben volt George W. Bushnak felelőssége abban, hogy ez a háború kitört abban az értelemben, hogy ez amúgy is megtörtént volna, tehát az előzmények előrevetítették, hogy ez a háború bekövetkezik, egyszerűsítve, hogyha más az elnök, nem George W. Bush, akkor is kitör önök szerint a háború, vagy ez az ő személyétől döntően függött? Magyarics Tamás? Hát erre szinte lehetettem válaszolni. Az ilyen feltételezések, hogyha más elnök lett volna, mi lett volna, azt nagyon nehéz megválaszolni. Az biztos, hogy nem csak a republikánusok voltak azok, akik Saddam Hussein-t el akarták távolítani, hiszen 1998-ban a Clinton alatt a kongresszus elfogadott egy törvényt, a úgynevezett iraki felszabadítási törvényt, és Clinton is több esetben hát egyrészt az úgynevezett no-fly zónákkal, tehát a repüléstilalmi zónákkal, az úgynevezett szankciós politikával, aminek következtében különben nagyjából 500.000 gyerek halt meg, amire különben Clintonnak az akkori külügyminisztere, a Orbánt, amikor később erről megkérdezték, azt mondta, hogy hát végül is meddig megérte ez, mert Irak nagyon rossz gazdasági helyzetbe került, és társadalmi feszültség alakult ki Irakba. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ki a háborús bűnösök, akkor nem biztos, hogy pont csak Tony Blair és George Bush az a két személy, aki esetleg ellátókörbe kerülhet. Tehát a demokrata kormányzatban is megvolt ez az akarat, viszont hozzá kell tenni azt, hogy a republikánusoknál 1997-ben már megalakult egy úgynevezett kutatóintézet vagy think tank,
a Project for New American Century, amiben a 25 aláíróból 10 bekerült a Bush adminisztrációba is, és olyan prominens nevek voltak ebbe a népsorban, mint Paul Wolfowitz, vagy Richard Pearl, Donald Rumsfeld, Elliot Abrams, és még hát sokan. Ezt a think tanket különben William Kristol és Robert Kagan alapította, mind a kettő keményvonalas úgynevezett neokonzervatív volt, és hogyha már a neokonzervatívokról beszélünk, akkor egyáltalán a szellemi hátteret a Bush adminisztrációhoz ez a neokonzervatív mondjuk szellemi kör adta. Tehát akik úgy gondolták, hogy nem elég az, hogy az Egyesült Államok adott esetben a liberális értékeket mondjuk békés úton vagy példa alapján terjeszti, hanem kifejezetten az volt az elképzelés, hogy az Egyesült Államoknak adott esetben exportálni kell a demokráciát, és ki kell használni azt a világpolitikai eléggé különös vagy egyedi helyzetet, amiről még a évtized elején egy másik neokonzervatív Charles Krauthammer írt, az unipoláris pillanat címmel. A Szovjetunió már eltűnt, Kína még nem volt ott abban a pozícióban, amiben most. Tehát az Egyesült Államoknak kell használni ezt a helyzetet, hogy átalakítsa úgymond a világot a saját szájjelze szerint, és a Közel-Kelet volt az a hely, ahol ezt el akarták kezdeni. Igaz, hogy Hosni Mubarak megjegyezte később egy amerikai tisztviselőnek, hogy jó rendben van, demokráciát akarnak építeni Közel-Keleten, de miért pont Irakkal kezdték, az a legrosszabb ország. Tehát volt egy ilyen elképzelés, hogy a világ átalakítása, a demokrácia építés, és aztán nyilvánvalóan, hogyha ez az akarat megvan, hát akkor ürügyet könnyű találni, és hát amit ön is említett a bevezetőbe, voltak olyan ürügyek, amelyekről később került, hogy nem igaziak, de mindesetre akkor eléggé hatásosnak tűntek Colin Powell és a többieknek az előadásában, hogy az emberek valóban azt higgyék, hogy Saddam Hussein és az Al-Qaida, illetve a tömegpusztító fegyverek egyfajta szinergiát alkotnak, amivel az Egyesült Államok foglalkozni kell a nemzetbiztonsága szempontjából. Ezekkel még foglalkozni fogunk, de Rajmund, hogyha más lett volna az elnök, más lett volna a történet vége? Rácsatlakoznék arra, amit Magyarics tanár úr itt elkezdett, hogy ez a történet nem nagyon tudja értelmezni, ez a mi lett volna, ha jellegű kérdéssorokat. Én egyel visszább mennék Clinton elé, hiszen az Egyesült Államok ugye 1991-ben indított egy háborút, ugye az úgynevezett öböl háborúban, amikor ugye Irak megpróbálta ugye Kuwaitot magához, tehát megpróbálta elfoglalni, és ugye akkor volt az első az öböl háborúban, amikor ugye George W. Bushnak az édesapja háborút indított, akkor ez egy mindent körülbelül 100 napig tartott ez a háború, tehát rendkívül gyors amerikai győzelemmel ért véget, és itt valójában az volt szerintem az a pont, amikor a hidegháború vége volt, és eljött az a pillanat, amikor az Egyesült Államok igazából az egyfajta egypólusú világrendnek az urává vált, és hogy mit kezdjen ezzel az energiával, ezzel a hatalommal, és szerintem itt tökéletesen jól fogalmaz Schmidt Mária a legutóbbi dolgozatában, amikor is azt írja, hogy igazából ezeknek a neokonoknak, háborús héjáknak kellett valamit találni. Szovjetunió nincs, kell valami, ahol ezeket az energiákat úgymond ki tudják élni, le tudják vezetni, és ugye ekkor esett a választás ugye a Közel-Keletre, de akkor még ugye Irakot nem próbálták meg demokratizálni, nem próbálták meg rájuk erőltetni azt az akaratot, amit ugye majd 2003-ban az iraki háborút követően fognak. Ugye a tanár úr nagyon jó, hogy behozta ugye azt, hogy itt valójában a demokraták és a republikánusok tulajdonképpen itt folyamatosan kéz a kézben motoroztak abban, hogy Irakot meg kell támadni. Én úgy gondolom, hogy az a pont, ami elhozta azt a fajta gondolkodást, vagy felgyorsította az eseményeket, az mindenképpen 2001. szeptember 11-e, amikor is szemtanúi lehettünk annak, hogy az a pillanat, amiről beszéltünk, ez az egypólusú pillanat, ez tulajdonképpen ott megrendült az Egyesült Államoknak az egyeduralma, hiszen amerikai földön kereskedelmi járatok belemennek a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba,
Előtte ilyenre nem volt példa, leszámítva ugye Pearl Harbort. Ez olyan pont volt az Amerikai Egyesült Államok történetében, amely egyfajta ilyen kollektív emlékezetként mindenkiben ott van, ahogy Pearl Harbor is, én még ide szoktam sorolni a kettő között John F. Kennedynek az ellene elkövetett merényletet, amiről mindenki tudja, hogy mit csinált. Ez olyan kicsit, mint a magyaroknál, az én korosztályomnak, ugye Antal Józsefnek a halála, hogy a délutáni kacsameséket hirtelen megszakították a híradóban. Én emlékszem arra, hogy 2001. szeptember 11-én a középiskolánkban is mindenki bekapcsolta a tévét, hogy lássuk, hogy mi történik. Én úgy gondolom, hogy szeptember 11 volt az a folyamat, ami ezt felgyorsította, de ott nagyon érdekes volt az a rész is, hogy ha belegondolunk, elindítják Afganisztán ellen a háborút, és ott van egy másfél-két éves kiesés, amikor Irakról még úgymond szó sincs, vagy csak ugye elkezdik felépíteni. És szerintem ott az amerikai, ha kommunikációs szempontból nézzük, az amerikai politikai kommunikáció sikerességét az mutatta, hogy két év után el tudtak indítani egy háborút ezekre a hamis érvekre való hivatkozásra. És szerintem mindaz, amiket kiválasztottak témák, ugye ez volt az egyik, hogy tömegpusztító fegyverek vannak, mint a terrorizmus elleni harc, ezek azért voltak rendkívül fontosak, mert az ENSZ biztonsági tanácsa, ugye ezeket úgymond az alapokmányában, kiegészítésekben, ugye ez úgy fogalmaz, hogy mind a terrorizmus elleni harc, mind pedig ugye a tömegpusztító fegyverek elleni harc, az tulajdonképpen a nemzetközi béke és rendnek a feltétele, hogy ilyen fegyvereknek az előállítása, az azzal kapcsolatos kutatás, sorozatgyártása, stb. Ne történhessen meg, és az Egyesült Államok ugye ezekre való hivatkozással indítja majd meg ezt a háborút. Itt több elemet is felsoroltak már, ami mozgatórugója lehetett ennek a háborúnak a mélységben, vagy ami a hátterét adhatta, akár ugye volt szó az ideológiai kérdésről, vagy Amerika helyzetéről a világban, hogy egyfajta az elsőségét demonstrálja is ezzel a háborúval, akár volt szó az öböl háborúról, hogy akkor ez egyfajta visszamenőleges kritikaként is értelmezhető talán, hogy akkor nem tették meg, amit aztán később mondjuk azt, hogy bevonulnak Irak területére, vagy Bagdadba, azt most megteszik. Geopolitikai értelemben mi lehetett itt a motiváció, és azért azt a álnaív kérdést is feltenném, hogy itt a döntéshozók nem is hitték el azt, amit ők kommunikáltak? Tehát, hogy nem is volt meggyőződésük arról, hogy itt tényleg vannak tömegpusztító fegyverek, vagy tényleg van kapcsolat terrorszervezettel, vagy nekik megvolt ebben a hitük egyébként, csak ezek végül egyáltalán nem is így voltak. Hát két adat van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy szeptember, azt hiszem 12-én, 3-án Dick Cheney-t, az alelnököt megkérdezték egy tévéműsorban, hogy terrorizmus és Saddam Hussein kapcsolata az szoros, nem szoros, milyen, és azt mondta, hogy hát ő nem tud közöttük kapcsolatról. Viszont utána George Tenet, a CIA igazgatója, úgymond abszolút biztos evidenciákat, bizonyítékokat tárt a Nemzetbiztonsági Tanács az elnök elé, hogy egyrészt van kapcsolat, másodszor pedig, hogy tömegpusztító fegyverek vannak, mert lefényképeztek alumínium csöveket, ezeket később is mutatták a NSBT 2003. február 5-i ülésén, Colin Powellnek volt egy híres fényképes demonstrációja akkor. Tehát a CIA a különböző hírszerzési forrásai alapján úgy gondolta, nem 100%-os biztonsággal, hanem hát itt picit behozhatjuk a briteket is. A briteknél, hogy Alistair Campbell fogalmazott, sexdap, tehát egy kicsit fölturbozták az eléggé nyers hírszerzési jelentéseket. Itt többek között egy olyan embernek az információ alapoztak, Ahmed Chalabiéra, aki hát nem a legszavai több emberek közé tartozott, és ez egy understatement jelen pillanatban. Később vezető szerepet akart tenni, de eltűnt a történelmi süllyesztőjébe, mert azért komoly szerepet nem bíztak rá, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egyrészt a CIA tévedett, ha valóban nem volt ott semmi, és egy olyan jelentést adott, ami valószínűsítette, hogy van,
illetve olyan hírszerzési forrásokra támaszkodtak, hogy bizonyítottan van Saddam Husseinnek nem nukleáris programja. A nukleáris programot ők közvetve abból vonták le, hogy Saddam Hussein megtartotta azokat a tudósokat, akik korábban a nukleáris programon dolgoztak. De viszont vegyi fegyvert és biológiai fegyvert, illetve vegyi fegyvert bizonyítottan bevetett az évtizeddel korábbi iraki-iráni háborúba, és igaz, hogy meg kellett volna semmisíteni, de hát, hogy megsemmisítette vagy nem, ezt se tudták ellenőrizni. Utána ott voltak a különböző nemzetközi ellenőrök sorozata, ők se tudták 100%-ig megállapítani, mert Saddam Hussein félig meddig azt lehet mondani, öngort lőtt, mert annyira titkolózott, hogy azt hitték, hogy van valami titkolni valója. Tehát ő is hozzájárult az a légkörhöz, hogy hát, hogyha nem engedi az ellenőket oda mindenfajta olyan helyre, amelyről azt gyanítják, hogy tömegpusztító fegyvereket tárolnak vagy állítanak elő, akkor biztosan van valami emögött. Állítólag Saddam Hussein azért titkolózott, hogy a szomszédos államok higgyék azt, hogy ő erősebb, mint amilyen valójában volt. Tehát ez egyfajta megalománia volt a végzete. Tehát itt sok mindenki volt az, aki tudatosan vagy tudatlanul belesétált abba a csapdába, és hát a briteknél például hát ez egy híres eset, hogy ott valóban egy kicsit eltúlozták a hírszerzési jelentéseket, és egy olyan hát kicsit átalakított szöveget nyújtottak be a parlamentnek, amelyik akkor kiárt Tony Blair mögé, amilyen nem volt teljesen igaz, és aztán végül a parlamenti vizsgálatok során öngyilkosságba hajszoltak egy tudóst, aki hát különböző adatokat szolgáltatott, de nem azokat pontosan, amikről később hivatkoztak. Rajmond, itt a geopolitikai érdekekre is, hogyha kitérnél, kérlek. Igen, még reflektálnék arra, amit tanár úr is mondott, hogy én egy kicsit más logikával nézve az egészet, a maga a politikának a működéséből fakadóan. Ugye megtámadják az USA-t, meghal 4000 ember körülbelül, közel 4000 ember, óriási presztízsveszteség minden szempontból, mind hazai, mind nemzetközi szintéren, és egy erős politikai vezető, aki az Amerikai Egyesült Államok elnöke, mit tehet egy ilyen esetben? Válság kezel. Beáll az élére a dolgoknak, és azt mondja, hogy akkor innentől kezdve minden úgy van, ahogy én csinálom, ez egy válságkezelési helyzet. Azt tudni kell, hogy ugye beiktatják 2001. januárjában, január 20-án Bush elnököt, februárban hát ilyen 50-60% közötti van a támogatottsága, ami folyamatosan hát egy ilyen hullámzó magatartást mutat, 50-60% között mocorog. Eljön szeptember 11-e, még a terrortámadások előtt is inkább közelít az 50-hez, mint a 60%-hoz az a támogatottsága, és mutatja, hogy az amerikaiak, tehát az amerikai választópolgárok szempontjából az, amit ő csinált, az rendkívül jól rezonált a társadalomban, hiszen van olyan időszak, például május környékére, már 2001 májusáról beszélünk, 90%-ot az amerikai elnöknek a támogatottsága. Tehát erőt mutat, azt mondja, hogy meghirdetjük a terror elleni harcot. Ugye erre jön a különböző intézkedések, amit ugye Magyarországon ugye előszeretettel szoktuk, ugye ez a hazafias törvény, ami valójában ugye ilyen saláta törvény, amit erre van ilyen nemzetbiztonsági intézkedésekkel, stb. Meghirdeti a terror elleni harcot, és azt mondja, hogy a terroristákat le fogjuk győzni. Ez miért jó? Kommunikációs szempontból fölhúztak egy ellenséget, egy olyan ellenséget, ami megfoghatatlan. Nem lehet azt mondani, hogy ha megöljük Saddam Husseint, akkor vége lesz, vagy Osama Bin Ládent, megvan az ellenségképem, és azt mondom, hogy meghirdetjük a terrori elleni harcot, és hogyha megnézzük ugye a törvényüket, az van benne, hogy Amerika háborúban áll, tehát egyenlőségjelet tesznek a terrortámadás, a terrorista cselekmények és egy háborús konfliktus között. Ami tulajdonképpen utoljára a II. Világháborúban volt erre példa, hogy háborút hirdetnek, úgymond. És
tulajdonképpen kijelölik az irányokat, és azt látjuk, hogy amíg Afganisztánnak az elfoglalása, ugye geopolitikai érdekből azért is fontos, mert ugye ott volt ez az úgynevezett TAPI, ugye ez a tervezett kőolaj-földgáz vezeték, illetve ott ugye mégiscsak be tudják tenni a lábukat Ázsiába, Közel-Kelet bizonyos országaiba is, Iraknál is ugyanez a helyzet megfigyelhető, és az látszik, hogy 2002. szeptemberétől, onnantól kezdve, hogy elfogadják ugye a Patriot Act-et, onnantól kezdve ráfordulnak úgymond arra a fajta háborús kommunikációra, hogy már mindenki tisztában van vele, hogy Irakot megtámadják. Amíg az amerikai elnök George W. Bush a szeptember 11. terrortámadásokig átlagosan mondjuk egy ilyen 10 sajtótájékoztatót tartottak havonta, ez a támadás után felment 15-re, és onnantól kezdve, hogy már tényleg nyilvánvalóvá válik, hogy meg fogják támadni Irakot, onnantól kezdve egy átlagban ez egy ilyen 20-ra növekedett. Ez nem csak a számok tekintetében fontos, hanem elkezdik súlykolni a saját közvéleményük irányába, hogy mi készül, elkezdenek felépíteni egy történetet. Hiszen ahhoz, hogy ugye úgymond jogos legyen a támadás, legyen neki egyfajta támogatottság az amerikai nép részéről, ehhez az kell, hogy felépítsenek egy történetet, ugye ami a terror elleni harc, a harami államoknak a meghatározása, stb. És közben ugye a politika megvégzi a dolgát a nemzetközi szintéren, ugye ez az, hogy a NSBT-ben milyen határozatot fogadjanak el, stb. Tehát beindul egy rendszer, amiben ugye Tony Blair, akit hogyha nagyon viccesen itt a beszélgetés előtt beszélgettünk, egy kicsit az ő kapcsolatokat ilyen bromance-nek lehetne mondani, egy-kettő megjegyzést elejtve, stb., aki folyamatosan ugye ott van Bush mellett, és támogatja ebben az iraki háborúban. Annit még ehhez hozzátennék, és amikor arról beszéltünk, hogy a britek ugye egy kicsit fölturbozták, az amerikaiak ugyanezt csinálták, de sokkal nagyobb méretbe, és itt arra gondolok, hogy a terrorizmust ők stratégiai fenyegetésnek állították be, és úgy kommunikáltak. És ugye szó volt ugye Pearl Harborról, az amerikaiak Saddam Hussein kapcsán Hitlert emlegették, és a Müncheni paktumot, és így tovább. Abszolút fals történelmi analógiák, ami nem el távol az amerikaiaktól, mondjuk a napokban is történtek ilyenek Magyarországon, hogy ezzel gyakorlatilag egy nem stratégiai jellegű fenyegetést, stratégiai nemzetbiztonsági szempontból vitális fenyegetésnek állítottak be, és ezzel magyarázták, és egy olyan légkört teremtettek, ami 90%-ot eredményezett. Az igazság az, hogy a nemzetközi terrorizmus soha nem volt stratégiai jellegű kihívás az Egyesült Államok számára. Tehát itt volt a nagy, hát azt lehet mondani, elméleti tévedése. Most ezt tudatosan csinálták, ami egészen valószínűnek tűnik, vagy nem tudatosan, ami kevésbé valószínű, de azt hiszem, hogy az egész iraki kérdéskör ezzel kapcsolatban ezt az érdemes felidézni. Plusz még, hogyha geopolitikáról beszélünk, ugye sokan beszéltek a Kuwait-tal kapcsolatban, a Perzsajbőlnek a térsége rendkívül fontos energiaellátás Irak szempontjából. Irak rendelkezett azt hiszem akkor a világ másik legnagyobb kőolaj tartalékával, Kuwaittal együtt gyakorlatilag, hogy Szaúd-Arábiától hozzáveszünk, akkor Egyesült Államok ellenőrizte a világ energiaellátásának nagy részét. Tehát ezért ezek a kérdések is hozzájárultak ahhoz. Az már csak az ember halka jegyzi meg, hogy az iraki beavatkozásnak egyik legnagyobb haszonévezője mondjuk a Halliburton volt, ami teljesen véletlenül Dick Cheney-nek a korábbi vállalata volt. Tehát azért, hogy szokták mondani, ők is lehajoltak az apró pénzért, ami nem volt apró pénz különben. Rácsatlakoznék arra, amit Rajmund mondott a politikai kommunikációról. Nézzünk meg egy rövid bejátszót ennek a nulladik pontjáról, úgymond, hogy mit mondott Bush elnök a szeptember 11-i támadásokat követően. Good evening. Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes, were in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors.
thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shattered steel, but they cannot dent the steel of American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world, and no one will keep that light from shining. A terrorra támadásokat követően egy nagyon széles körű koalíciót sikerült az Egyesült Államoknak építenie, ami az afganisztáni háborúban támogatólag lépett fel az Egyesült Államok oldalán. De az iraki háborúban teljesen más lesz a képlet. Azt látjuk, itt már a sokat idézett ENSZ-BT-s beszéd kapcsán is, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa nem szavazza meg a háborúnak az elindítását, és igazából az egyetlen támogatója és közeli szövetséges ebben a háborúban Tony Blair lesz, és a Nagy-Britannia lesz az Egyesült Államoknak. Ez miért lehetséges? Tehát mi volt itt egyrészt Tony Blairék motivációja? Mi volt az a kapcsolat, vagy az az érdek, ami miatt végig nagyon erőteljesen és konzekvensen kiállt emellett? És a többi állam miért mondta azt, hogy ebben nem vesznek részt? Hát, hogyha a többi állammal kezdjük, a többi állam nem tartotta eléggé kielégítőnek azokat a bizonyítékokat, amelyeket az amerikaiak Irakkal szemben felhoztak a BT-be, vagy egyáltalán. Úgy gondolták, hogy az a kapcsolat, amit az amerikai narratíva, vagy a brit narratíva az iraki rezsim és a tömegpusztító fegyverek, illetve a terrorizmus között állapított meg, az nem valós. Itt elsősorban Jacques Chirac és Gerhard Schröder volt az, akik a különben akkor Vladimir Putyinnal együtt egyfajta tengert alkottak, és nem szavazták meg, illetve egyáltalán a BT határozatokra nem is nagyon került sor, mert az amerikaiak úgy gondolták, hogy ők csak fogják megszavazni, ezért egy időben nem is vitték be 1441-es után, amire úgymond egy utolsó lehetőséget adtak Iraknak. Irak egy 12 000 oldalas dokumentációval válaszolt, amire különben Jack Straw első pillantása, szinte még első olvasta, azt mondta, hogy az mit hazugság, úgyhogy nem is érdemes vele foglalkozni. Jack Straw volt az, aki brit külügyminiszter különben. Szóval a nemzetközi közösség Afganisztánnal szemben valóban úgy gondolta, hogy a tálibok valóban rudasok és részesek abban, hogy menedéket adtak azoknak, akik ezt a terrorcselekményt elkövették. Irakkal kapcsolatban ezt a kapcsolatot nem nagyon lehetett megalapítani, illetve nagyon hát gyenge lábakon álltak ezek a bizonyítékok. Továbbá én azt hiszem, hogy a franciák, németek és mások is úgy gondolták, hogy az amerikaiaknak ez a nemzetépítő demokrácia export politikája, a neokon napirend úgymond, ez azért túllép azon, amit a nemzetközi mondjuk szabályok vagy normarendszer megengedne, hiszen híresen az amerikaiak úgynevezett unilateralista politikát folytattak, a Bush úgynevezett doktrinába a nemzetközi jogot felülírták, az államok szuverenitását úgymond semmibe vették, abban az esetben, hogyha valami
kapcsolatot ápítanak meg a terrorizmus és az adott állam között. Tehát gyakorlatilag az amerikaiak ezt a 11. támadást arra használták föl, hogy egyoldalúan átértelmezzenek nagyon sok olyan nemzetközi szabályt, ami nemzetközően alapult. Tehát ez volt az egyik oldal. A másik oldal szerintem a briteknél ők voltak végül is a közel-keleten a nagyhatalom. Hosszú időn keresztül, 60-as évekig, amikor hát úgymond távozni kényszerültek a szuesztő keletre, fekvő területeken. De a britek és az Egyesült Államok és általában az angol száz országok általában együtt mozogtak. Később is, ugye ott van ez a híres öt szem a hírszerzésnél, és a briteknek ez a nagyhatalmi, mondjuk, hát álma, vagy hát nagyhatalmi aspirációi azt diktálták, hogy ők igenis egy olyan szerepet töltsek be a közel-keleten, ahol nekik is különböző vitális érdekeik voltak a energiaátás és minden egyéb szempontból, ami Nagy-Britániát még mindig az első vonalba sorolja, és nem pedig egy második vonalba. Hozzá kell tenni azt, hogy Nagy-Británia már Európában is volt, hogy visszacsúszott a németek és a franciák és az olaszok mögé is GDP arányosan. Igaz, hogy nem ekkorán, egy-két évtizede korábban, a 80-as években, de végül is a britekben ez a birodalmi nosztalgia még mindig élt. Raymond, te ezt hogy látod, hogy ez az angol száz tradíció és az érdekek kérdése volt döntő, vagy itt azért utaltál a két személy közti kapcsolatra is? Bush például a visszaemlékezésében nagyon közeli barátjaként említi Blairt, aki az első európai vezető volt, aki gratulált neki, tehát ebben kell többet látnunk a két személy között? Egyetértek tanár úrral abban, hogy itt igazából, amíg tényleg az afganisztáni háborúnál ott volt egyfajta koalíció, ami egyetértett azzal, hiszen mégiscsak Afganisztánban volt Oszamai Láden bújkát az Al-Qaidával, tényleg bizonyított kapcsolatuk volt, addig az iraki háborúnál ez nem állt fenn, ez a helyzet. Nem tudták soha bizonyítani érdemben azt, hogy tényleg lennének-e tömegpusztító fegyverek, a terrorizmussal való kapcsolatuk meg lenne. Ugye egyetlen egy kép volt, amit ugye rengetni próbált a CIA-nak bizonyos politikai vezetése, hogy ugye, ha jól emlékszem, ugye, hogy a Mohamed Attával Csehországban, Prágában találkoztak. És hogy ugye van egy fénykép, amit ugye mindig utána bizonyítékként próbáltak bemutatni, hogy tessék, Irak támogatta az Al-Qaidát, de ez a képről soha nem tudták bizonyítani, hogy ugye az egyik merénylő van rajta, vagy sem. Tehát igazából itt nem, hogy azt mondom, hogy a lóláp, hanem az egész ló kilógott alóla, és nyilván emiatt is van az, hogy a nemzetközi közösség nem állt bele, és nem állt mögéjük teljes messzélességgel ebbe a háborúba. És az, amit említettél, hogy ugye a két vezető közti kapcsolat, megemlítetted ugye a megválasztását követően, hogy a Tony Blair volt az, aki felhívta, ami ugye azért is érdekes, mégis csak egy munkáspárti miniszterelnökről van szó, és egy republikánus amerikai elnökről. Egyébként maga mindkét fél, tehát mind Bush és Tony Blair is kicsit távolságtartóan figyelte az elején egyik a másikat, mert ugye Tony Blair be volt kötve a Clintonékhoz, tehát a Clinton családdal rendkívül szoros és jó viszonyt ápolt, és hogy a Tony Blair szempontjából ugye Bushnak milyen lesz mondjuk az ő irányába tett gesztusai, vagy bármi egyéb, és ugyanez lejátszódott egyébként Bushba is, aki a visszaemlékezéseiben, ugye a Döntési Helyzetek című könyvében ír is erről, és utána ugye február elején ugye Tony Blair az első külföldi vezető, aki meglátogatja a Bush családot, ott a Bush ugye el is ugye sztorizgat is arról, hogy Camp Davidbe az Apádra ütök című filmet nézik, meg miről beszélgetnek, stb. És amikor egy újságíró másnap a sajtótájékoztató megkérdezi Bushtól, hogy mi bennük a közös, azt mondja, hogy ugyanazt a Colgate fogkrémet használjuk. Tehát látszik, hogy van köztük egy nagyon jól működő kémia, és ők tulajdonképpen egyfajta ilyen, tehát szövetségben úgy repülnek, ha úgy is mondhatnánk, és ez látszik a háborúban is, de hogyha egy kicsit sarkalatosan akarnánk fogalmazni, akkor azt is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen ez egy kvázi proxy háború volt, ahol az Egyesült Államok adta ugye az erőt, a katonai erőt, tehát az ágyútölteléket, míg a britek adták hozzá mégiscsak a gyarmati tudást hozzá, azt a fajta nagyhatalmi birodalmi politikát, ami ugye azért jellemezte őket
évszázadokon keresztül, és persze a hírszerzést, ami ugye mind utólag kiderült, teljesen hamisítvány volt. Ezt még ugye ráerősítette az a tény is a hírszerzés tekintve, hogy volt ugye a tanár úr által is említett kutató fegyverszakértő David Kelly esete, aki ugye állítólagosan öngyilkos lett, és egy nem tudom, pár éve talán ugye kiderült, hogy hát megölték valójában. Térjünk rá arra, hogy így 20 év fényében hogyan tudjuk értékelni ezt a háborút, de hogyha már sokat beszéltünk Tony Blairről, akkor először az ő szavait nézzük meg erről. For all of this, I express more sorrow, regret and apology than you may ever know or can believe. Only two things I cannot say. It's claimed by some that by removing Saddam we caused the terrorism today in the Middle East and that it would have been better to have left him in power. I profoundly disagree. Saddam was himself a wellspring of terror, a continuing threat to peace and to his own people. If he'd been left in power in 2003, then I believe he would once again have threatened world peace, and when the Arab revolutions of 2011 began, he would have clung to power with the same deadly consequences that we see in the carnage in Syria today. Whereas at least in Iraq, for all its challenges, we have today a government that is elected, is recognized as internationally legitimate and is fighting terrorism with the support of the international community. The world was and is, in my judgment, a better place without Saddam Hussein. Secondly, I will never agree that those who died or were injured made their sacrifice in vain. They fought in the defining global security struggle of the 21st century against the terrorism and violence, which the world over destroys lives, divides communities, and their sacrifice should always be remembered with thanksgiving and with honor when that struggle is eventually won, as it will be. Hogy látják, Magyarics Tamás? Nem teljesen értek egyet azzal, amit mondott. Hát nyilvánvalóan Saddam Hussein azért nem jelentett fenyegetést a világ békére, tehát ez egy kicsit túlzás. Saddam Husseinnek a katonai potenciáját hát lehetett látni a háborúba egyrészt 1991-ben, másodszor pedig 2003-ban is, hát gyakorlatilag hetek alatt elolvatta a hadsereget. Tehát Saddam Hussein nyilván van, mondjuk abban egyetértek, hogy jobb volt a világ Saddam Hussein nélkül, de sok mindenki nélkül jobb lenne a világ, vagy jobb lett volna a világ. Tehát azért Saddam Hussein nem volt megint csak egy akkora világbékére lesekedő veszedelem, mint ahogy megpróbálták beállítani. Korábban említettem, hogy Hitlerrel vontak párzamot, és így tovább, hát azért Irak potenciál nem volt Németországé, Saddam Husseinnek a hadereje az nem a Wehrmacht volt, és így tovább. Szóval ezek eléggé fals analógiák. Másodszor pedig, hogy a terrorizmust tudjuk, hogy azért Irak nem nagyon támogatta a terroristákat, legalábbis van egy olyan olvasat az egész történetnek, hogy Saddam Hussein éppen hogy a terroristákat nem nagyon szívesen fogadta Irakba, mert veszélyt látott saját magára nézve is. Többek között Abu Nidar is állítólag Irakba tűnt el, aki a korábban azért eléggé prominens szereplője volt ezeknek a terrorista támadásoknak. Szóval ezek az utolagos magyarok,
magyarázatok, hogy hát igen, megérte. Ez nagyon nehéz mondjuk elfogadni, főleg úgy, hogy tudjuk, hogy ugye arról van szó, hogy Irakban százezrek haltak meg. Na most őrülök, itt nem esik szó. Őket nem kérdeztük meg, hogy megérte nekik az a dolog, hogy most megszavadtak Saddam Husseintől, hogy hát óriási menekült hullám és százezrek haltak meg, és egész közel-keleti stabilitás felborult. Na most itt volt egy különbség az idősebb Bush meg az ifjabb Bush között. Az idősebb Bushék is nagyon jól tudták, hogy Saddam Hussein milyen, de Brent Scowcroft, aki különben a 2003-as háború előtt egy híres cikket írt a Wall Street Journalbe, aminek a címe az volt, hogy ne támadjuk meg Irakot, és egy úgynevezett reálpolitikus volt, nemzetbiztonsági tanácsadó az idősebb Bushnál. Ők úgy gondolták, hogy Saddam Husseint úgymond kordába kell tartani, de Saddam Hussein megfelelő ellensúlyt jelent Iránnal szembe. És hogyha kiütik ezt az oszlopot, akkor Irán lesz az, amelyik meg fog erősödni, és Irán valóban adott esetben stratégiai fenyegetést jelenthet, hiszen Iránnak bizonyíthatóan akkor is egy sokkal fejlettebb nukleáris programja volt és van. Tehát az, hogy most reálpolitikai szempontból közelítem meg, és hát ezért lássuk be, az amerikaiak sem voltak nagyon finnyásak az iraki gyerekekkel, vagy az iraki civilekkel kapcsolatban, hogy most őket abszolút figyelmen kívül hagyjuk az utólagos magyarázatokba, hogy megérte a Saddam Hussein rezsimnek a megdöntése. Hát ilyen alapon az elég sok rezsimet meg lehetne dönteni, és meg kellett volna dönteni korábban, de hát ugyakkor látni kell azt is, hogy azért vannak bizonyos nemzetközi szabályok, és vannak bizonyos rápolitikai meggondolások. Szerintem ezt a kettőt nem nagyon vették figyelembe 2003-ban, se a britek, se pedig az amerikaiak. Nekem két dolog jutott eszembe, miközben hallgattam a brit miniszterelnöknek ezt a beszédét, hogy igazából 20 év telt el a háború lezárása óta, és a fősodratú médiában ez még mindig egy ilyen jó akciónak tűnt, ami nagyon-nagyon jól sikerült, hiszen mégiscsak oda vittük a demokráciát, megdöntöttünk egy diktátor, stb. És ugye van az ikonikus kép, amikor ugye a Saddam Husseinnek a szobrát ledöntik, amit sokszor ugye egy-két média munkás még összehasonlításba is hozott ugye 56-nak a Sztálin szobrának a ledöntésével, csak ugye kihagyunk egyetlen egy pillanatot, ugye az a pillanat, amikor az amerikai katona körbecsavarja amerikai zászlóval ugye Saddam Husseinnek a fejét, ami szerintem kiválóan szimbolizálja, hogy miről szólt ez az egész, elfoglalni egy másik országot, berendezni a saját rendszerünk szerint. Nem olyan régen jelent meg egy újságírónak egy írása, aki azt mondta, egy amerikai újságíró, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államok iraki háborúja a legnagyobb stratégiai tévedés, amit el lehetett követni. És hallgatva a Tony Blairnek ezt a beszédét, nekem egy másik beszéd jutott itt eszembe, a Colin Powellnek a 2015-ös Harvardon előadott beszéde, ahol tulajdonképpen levezeti azt, hogy megbánta azt, ahogy döntöttek, ő mutatta be ezeket a bizonyítékokat, és neki ezzel kell együtt élnie, ami egy igazságbeszéd volt az ő részéről, és ez annak függvényében, illetve annak fényében egy nagyon kemény állítás, és egy kemény mondás az ő részéről, hogy azért mégiscsak ő volt az, aki az ENSZ-ben is mindenhol ugye már tulajdonképpen szimbolikusan, de verte a tamtamot, hogy akkor háborúba kell indulni, ő volt az, aki a bizonyítékokat lebegtette, a hamis bizonyítékokat Irakkal kapcsolatosan, és 2015-ben elmondja, hogy úristen, hát igen, hibáztunk, stb., és ugye erre fogalmazott úgy, mit már, hogy too little, too late. Nagyon kevés időnk van már hátra a beszélgetésből, de hogyha már itt kerülgettük a forró kását, háborús bűnösöknek nevezhető George W. Bush és Tony Blair az önök véleménye szerint? Hát én úgy fogalmaznék, hogy háborús bűnösök a vesztes országban vannak.
lehet, hogy egy kicsit cinikusan hangzik, de hát azt hiszem, hogy a történelem ezt mutatja. A győztes országokban a vezetőket, akik gigantikus méretű hibákat követtek el, emberek százezreit, vagy akár millióit áldozták föl, soha nem vonták felelősségre, mint háborús bűnösök. Hát, hogyha nem nyert volna, hát ez teljesen történelmietlen dolog ilyet mondani, de ha nem nyert volna az Egyesült Államok és Irak, vagy Nagy-Britannia miatt teljesen hát abszurd, akkor azért a több százezer civil áldozatért és a mindenki másért elképzelhető, hogy akkor az amerikai vezetést vonták volna felelősségre, meg a brit vezetést vonták volna felelősségre. Hát itt nyilvánvalóan Saddam Hussein nem volt jobb a deáknél vásználnál, sőt rosszabb volt, de hát nyilvánvalóan őt vonták felelősségre, őt ítélték el, őt végezték ki. Történelmet a győztesek írják, a legfeljebb mások pedig lamentálnak, hogy nem biztos, hogy az a történetnek a teljes változata. A győztes mindent visz. A győztes mindent visz, és ez annak fényében rendkívül érdekes szerintem, hogy utaltál is rá a beszélgetés elején, hogy van most a szomszédunkban egy orosz-ukrán háború, és ugye amikor ugye az orosz elnök ugye arra hivatkozik, hogy ugye igazából ugyanazt csinálja, mint annak idén az Egyesült Államok Irak kapcsán, akkor éppen Tony Blair egy interjúban azt találja mondani, hogy az nem ugyanaz, mert itt egy demokratikusan megválasztott országnak a vezetőit és országát támadják meg, de ők Irakban valójában ugye egy diktátort támadtak meg, és nem ugyanaz a dolog. Egy kicsit ilyen South Parkból idézően, kicsit ilyen Csubakka védelemnek tűnik ez nekem. De akkor köszönöm, hogy így keretessé tetted a beszélgetésünket. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy elfogadták a meghívásunkat még egyszer. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. A következő Félmúlt adásáig pedig kövessék a 20. Század Intézetet Facebookon és Instagramon. Viszontlátásra!